A katonai parádé mellett a másik látványosság itt a főtéren a korhű aszték viseletbe öltözött táncosok műsora. Múltat idéző táncuk emlékeztet bennünket a büszke aszték birodalomra, amely a két óceán között Mexikó nagy részét uralta 1521-ig, amikor az Európából jött konkvisztádorok Cortés vezetésével legyőzték őket. A katolikus naptári ünnepekhez és helyi védőszentek tiszteletéhez kapcsolódnak a zenés táncos mulatságok, mint például a rancherosok tánca. A vásározó tömeg számára érdekes látványosság a hagyományos mexikói viseletbe öltözött, szombrérós, csizmás, sarkantyús férfiak pattogó ritmusú tánca. Ezek a marhapásztorok testesítik meg az igazi mexikói macho típust. Itt Mexikóban természetes dolognak számít a hangsúlyozott férfiasságra való törekvés. A mexikói mesztic férfi tudatában van fontosságának, és machoizmusa megnyilvánul egy vagy több szerető tartásában, kihívó öltözködésben és fegyverviselésben, agresszív italozásban, mulatozásban, és manapság már hasonló agresszív autóvezetésben, valamint úgynevezett férfias játékokban és küzdelmekben, mint a bikaviadal, a rodeó vagy a kakasviadal. Öntudatosak, önérzetesek és büszkék, frissen születő mexikói mesztic nemzetükre. A táncokat kísérő népzene hegedűvel, gitárral közkedvelt a vidéki fiesztákon, még ha néhol hamisan is szól. E zenés táncos csapatok sorra járják az ünnepi központokat, és némi vendéglátás fejében itt is, ott is előadják műsorukat.